Megmutatom, hogy kell fáradozni az erdőből. Elindultok az erdő fölé. Hát, barátom, ez nem olyan erdő volt, mint a Nemók egyszer életébe kiment. Itt olyan fák voltak, hogy 30-an nem érnék körül, hatalmas tölgyei tükök, a rettenet nagy fák. Odaáll az ördög, egy fát így megfog, tövénél, kitépi gyökerestül, fölveszi a hátára, visszahozza. Volt neki egy ilyen favágó fészer, érted, egy ilyen féltető hullámpalával. Oda berakta ezt a fát, fölaprította, egy perc alatt megvolt az egész ilyen hasáboknak. Tiszta cserépkáját lehetne vele fűteni, olyan precíz munkát végez az ő. Rakta azt mondta, Mihó! Holnaptól te hozod a fát és aprítod meg. Jó-e? Jó. Gondolkozik magában, Mihó. Gondolkozik. Hogy tudta ő egy ilyen fát elhozni? Hát, amire ő ezt kivágja, az legalább két nap. Vagy három, vagy egy évet. Ha bemegy az ördög sufniába, érted, ott pakolászik, nézelődik, talál egy jó hosszú kötet. Azt mondja, Mihó, ez jó lesz. Fogja, és elindul vele az erdőbe. Mihó, mit csinálsz te azzal a kötéllel? Kérdez az ő. Azt mondja, Mihó, arra gondolta, hogy nem fogom én egyesével hordani azokat a fákat. Minden nap hazahozni egy akkora fát. Nem éri meg, hát inkább elmegyek, körbe kerítem ezzel a jó hosszú kötéllel az egész erdőt, fölveszem a hátamra, azt hazahozom ide az egész. Jaj, Mihó! Hát ne csinálj ilyet, Mihó! Hát én tudod, milyen vagyok, hogyha ha engem egyszer elkap a hét, hát én azt az egész erdőt egy nap alatt elküzelem, hát Mihó. Ha jönnek még a lelkek, hát kell, be kell osztani ezt, Mihó. Tudod mi? Te csak maradjál itt, hát üldögéljél itt szépen a melegbe, majd én majd hozok rá. Jó? Másnap jön az ördög, azt mondja, Mihó, figyelj ide, ott vannak az Úristen. Mindjárt jönnek még a lelkek, kárhoznak el. Azokat meg kell tölteni, azokat az üstöket, vizet kell hozni hozzá. A kulcsó. Látod ezt a bivajbőr tömlőt? Mihó. Mihók látta. Hát barátom, az akkora volt, hogy Mihók azt nemhogy vízzel tele, hát úgy magából meg se bírta volna hozdénben. Azt mondja az ördög, hogy gyere Mihó, megmutatom, hogy kell vizet hozni. Fölvette a hátára a bivajbőr tömlőt, elment a kúthoz, mert bele egy olyan jó 200-300 vödör vizet, fölcsapta a hátára, visszament, töltögeti ott az üstöket. Nézi, Mihó gondolkodik, hogy hát ő hogy fogja vizet hordani a kútból. Hát, hogy azt a tömlőt meg sem írja emelni, hát annyi vizet. Bemegy az ördög kamrájába, nézelődik, hát a kezébe akad egy ásó. Fogja magát, az ásóval elindul a kút fele. Mihó! Mi csinálsz te azzal az ásóval? Kérdezi az ördög. Hát arra gondoltam, minden nap azt a rengeteg vizet ide hordani, hát én azt nem csinálom. Hát micsoda munka. Inkább kiásom a kutat, azt idehozom. Mindjárt kell. Jaj, Mihó! Hát ilyet ne csinálj, Mihó. Hát tudod, milyen vagyok én? Ha egyszer elkap a hép, hát én minden üstöt megtöltök, fölforralom, aztán hova jönnek a lelkek? Na, tudod mit, Mihó, hát figyelj ide, üljél le itt a kemences útba, itt nyugodtan pipázgassál, majd én hordok vizet. Jó lesz, Mihó, jó lesz. Jó lesz. Mihó, leütött, pipázgatott. Az ördög meg hordta a vizet, hordta. Egyszer azt gondolja magával az ördög. Ez így nem marad. Hát az a Mihó itt. Én hordom a vizet, én hordom a fát, jönnek az új lelkek, hát valami rendes szolgáló kell. Elteszem én ezt a Mihó. Jó, pedig mire beesteledett, bement oda az alá a féltető alá, tudod a fás színre hullámpalához, nézegette, hogy hova tudna ő itt lefeküdni, talált egy régi rossz pricset, oda lefeküdt, betakarózott a kis köpenyével, próbált aludni. Igen ám!
annyi bólha volt ebbe a nagy színbe. Jó, nem jött létre ennyi bólha. Akarta volna a hátat is, de nem érte el. Akarta a lábát, a talpát. Annyi bólha volt abban a fás színben. Nem lehetett őket meglátni. Forgolódott Mihó, és egyszer csak fölkelt, és azt mondta, na ebből elég, komolyan mondta. Gyaludjon az ember. Megfogam fejébe a remek gondolat. Hát tudjátok mit bólha? Majd adok én nektek. Elővette egy nagy patinskót, oda lefektette a fricsre, és azt mondta, na, csípjétek ezt! Nézte, még mindig sok volt rajta a bólha. Na jó van, ha nem hiszitek el, hogy én vagyok. Levette a köpenyét, betakarmatta vele a patuskót szépen, magába nevedgélt. Na most jól túljártam. Elment oda oldalra, befeküdt a forgásba. Ott aludt. Éjjel nyílik az ajtó, megjelenik az ördög, egy valami Isten Máriás nagy fejszébe. Oda megy a pricshez, kezdi aprítani. Megy oda a fricshez, hogy vegye föl a köpenyét, barátom azok ilyen dirib darab oszlalnak a lónak, és a csutak az ilyen forgácsoknak szédít. Az Isten! Ezek aztán bólha! Hogy szétcsípték ezt a csutakot, meg jó, hogy nem maradtam így, gondoltam, jó? Lerázta azt a köpenyéből azt a maradékot, ami volt, de hát az övé volt, mégis ezt a vállára terítette. Kilökte a fészerajtót, azt indult el. Sétálj megyet reggel. Jön szembe az ördög barátom, amikor meglátta. Halla a földön, a szemei úgy kigúvott a képet, és azt mondta. Mihó! Mihó! Mi csinálsz te itt? Mihó! Jó, hogy kérded ördögkoma, te gondold el, én az este lefeküdtem ide aludni, és olyan rosszul aludtam. Hát ne tudd meg, hogy itt mennyi bólha van, hogy engem hogy csíptek ezek a bólhak. Nézd meg ebből a köpenyből, mi van. Nézi az ördög, és gondolkodik. És ekkor barátom, lelki szemei előtt egy iszonyatos látomás jelent. Arra gondolt az ördög, hogy ilyen mihókfélék érkeznek a pokolba, akik a hátukon akarják elcipelni az egész erdőt. Kiásnánk a kutat, hogy közelebb hozzák az üstököt. Naphosszat melegszenek a kemences útba, nem csinálnak semmit, és ráadásul a fejzecsapásokat bolhacsípéseknek veszik. Ha ezek itt megjelennek a pokolba, a pokol maga lesz a mennyország. Erősen elszörnyedt az övé.
ha te most gyorsan visszamennél oda, ahonnan jöttél. Mióknak eszébe jutott az otthon melege, az asszon, a sodrófom. És azt mondta, te ördög komoly, nálad nem kell fát vágni, olyan jó meleg van állandóan, nem lehetne, hogy én itt maradok. Mihó, mit szeretnél? Aranyat, ezüstöt? Na addig-addig barátom rövid úton megalkuttak, mivel Mihóknak fájtak a lábai, ezért abba is megegyeztek, hogy az ördög a nyakába véve cipeli haza egész a házáig, mind a 66 zsák aranyjal, amit még maga mellé oda. Ilyen gyorsat te még nem láttál, csak hogy borzott utánuk az út, úgy vitte az ördög az a Mihókot, lerakta a háza elé, fordult is vissza, meg se állt a pokoli. Mihók benyitott, kitálta az ajtót, meglátta a feleség, aki éppen kitálta volna a száját, de akkor Mihók két zsák aranyat maga mellé beemelt, meg még másik kettő. Barátom, ilyen családterápiát te mindig. Egy helyen, vége! Olyan boldogot voltam.
szeretne egy mihú, négy csodás szerepében, sváb származású menyecske, Kiványi Márti. Klasszikus és népi hegedű tanít nálunk, Tóth Györgyi néni. Rácsán és bőgőn működött közben Szabó Csobán Gergő.